Ösztüzet zúdítottak a Matolcsi féle gazdaságpolitikára a Nagy Dobás című gazdasági konferencia előadóiként felszólaló volt miniszterek, valamint a KSH és a Jegybank volt vezetői. Kritizálták a gazdaságpolitika irányvonalát, az adópolitikát és a munkahelyteremtést is. Igaz, ez utóbbi kapcsán Bot Péter Ákos volt jegybankelnök azt mondta, azt az előző kormányok szúrták el leginkább. Bár az alkatrészek gyorsan készülnek, a gazdaság már nem pörög ilyen gyorsan, sőt. A pénzügyi konferencia résztvevői szerint ez különösen fájó, a nemzetközi helyzetből ugyanis nem feltétlenül ez következne. A mostani 1,5%-os gazdasági visszaesés az első negyed évben az azért is jelentős, mert Németországban éppen 1,7%-os gazdasági növekedés volt éves viszonyban számítva, ugye egy negyed évre csak 0,5%, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a világgazdaságnak a következménye, hanem ez a saját magyar gazdaságunknak az eredménye. Azért is tartunk itt, mert nagyon rossz gazdaságpolitikai stratégia alakult ki a ciklus elején. Ebből pedig olyan sok hiba lett, amit most tűzoltó jelleggel próbál orvosolni a kormány, mondta Oszkó Péter. A fogyasztást akarták felpörgetni, ezért egy réteget hoztak helyzetbe, tette hozzá. Ha feltételezzük, hogy azt az 500 milliárdot mindenáron el kellett költeni, nem kellett volna ilyen ütemezéssel, de ha feltételezzük, hogy mindenáron el kellett költeni, akkor azt nem egy behatárolt társadalmi léteg jövedelmi viszonyainak azonnali és radikális javítására kellett volna költeni, hanem arra, hogy a belső vállalati szektor erősödjön, a kínálati, a vállalkozási feltételek javuljanak. Ez azután valóságos gazdasági növekedést és fogyasztásbővülést hozott volna, tette hozzá. Vámosi Nagy Szabolcs szerint a fél évenkénti adóváltoztatás, az új adónemek kitalálása, az új szektorok megadóztatása nem jó üzenet a cégeknek. Nyilvánvalóan a kiszámíthatóságot olyan mértékben csökkenti, hogy a befektetőknél mondjuk hiába vittük le a társasági adót, ami elvileg befektető vonzó lehet. Önmagában az adórendszer hektikus és érdemi folyamatos változtatása az biztos, hogy tőkemozó képességet csökkenti. A cégek adóterhei 2014-re ráadásul jelentősen nőnek 2011-hez képest. Ezt már egy másik volt pénzügyér mondta, és hozzátette, a lakosságnál ez már meg is valósult. Az SZJA-ba mondjuk az átlag kereset alatt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy nőtt egyértelműen az adóik Magyarországon az elmúlt időszakban. Ugye egyrészt az alacsony jövedelműeknél bejött az SZJA, illetve az egyéni járulék növekedés. A jelenlegi gazdasági és foglalkoztatási helyzet azonban nem csak a mai kormány hibája, mondta Bot Péter Ákos. Azt lássuk be, hogy az előző időszakban, amikor még volt 4-5%-os gazdasági növekedés, foglalkoztatás nem nőtt. Így elszalasztotta Magyarország azt a történelmi pillanatot, egy évtizedet, amikor meg lehetett volna erősíteni a középvállalkozásokat, hogy azok teremtsenek munkahelyeket. Most ugyan nagy hangsúlyt tesz a kormány a munkahelyteremtésre, az 1 millió új állás ígérete azonban komolytalan, tette hozzá Bot Péter Ákos.